Zimányi Ágnes a vendégem, az Egyházról Magyarországon című könyv szerkesztőjével fogok beszélgetni. Isten hozott a stúdióban. Köszönöm szépen. Nagyon szép könyv az, ami most megjelent, még egészen frissen jött ki a nyomtából, ugye? Még meleg, ropogós. Még meleg, ropogós. Az alcíme 13. Leó pápa működésének néhány magyar vonatkozása 1878 és 1903 között. Mi terelte a figyelmedet 13. Leó pápa működésének erre a területére, ami Magyarországgal kapcsolatos? Hát ez úgy volt, hogy készül egy könyv konzervatív arcképek címmel, és a szerkesztője Frenyó Zoltán megkért, hogy én abba a könyvbe írjak 13. Leóról 5 oldalt, és azt megírtam, és akkor fedeztem föl a magam számára, hogy itt milyen csodálatos dolgok vannak, hogy 13. Leó pápának, aki 1903-ban halt meg, 1878-ban került a Vatikánba, vagyis hogy lett pápa, tehát 25 évig uralkodott, és milyen jó, komoly kapcsolatai voltak a magyarokkal, vagy írt nekünk, magyaroknak 3 darab enciklikát, azaz körlevelet, és úgy gondoltam, hogy ezzel muszáj foglalkozni, és átnéztem a rengeteg anyagot idehaza, és összeállt belőle ez a könyv, mert még sok minden mást is felfedeztem ennek kapcsán. Mielőtt arról beszélgetnék, hogy mik is voltak azok a témák, amik miatt úgy gondolta a pápa, a Szent Atya, hogy külön is, a magyaroknak külön is ír, ez vajon mennyire gyakorlat, hogy a pápák egy-egy ország egyházának írjanak? Hát ezben úgy nem mernék nyilatkozni, de 13. Leó pápánál gyakori volt, de szerettem is volna mondani, hogy nagy dolog, csodálatos dolog, de nem csak mi kaptunk ilyen levelet, hanem írt mindenkinek az egész keresztény, ahol keresztény, katolikus püspöki kar volt, katolikus helyi egyház Amerikába, Brazíliába, Portugáliába, a németeknek, minden. Szóval felsorolhatnám az egész kerek világot, tehát mindenkinek írt, és így kerültünk mi is sorra, hogy ezt a 3 enciklikát. Ugye mondtuk, hogy 1878-ban került trónra, és akkor nem mindjárt, hanem 1886-ban, tehát az ugye 7-8 évvel később írta az első enciklikát. Pontosan az a címe, amit Hőn és Régen óhajtottunk, és tulajdonképpen ennek az adta az apropóját, hogy 1686-ban, közel 150 év után a magyarok Budavárát visszafoglalták a töröktől, és ezzel ugye megmentettük nem csak Magyarországot, hanem Európát is. Ezen harcokban a különböző pápák nagyon komoly segítséget nyújtottak Magyarországnak, hadakat küldtek, pénzt küldtek, buzdító, bátorító leveleket, de nem csak, tehát nem csak szép szavakat, hanem pengő aranyakat, pénzeket és katonákat, zsoldosokat is, és akkor ezt ünnepelte, ezt a 200, ennek a Buda visszavívásának 200. évfordulóját ünnepelte Magyarország, és igazából az egész keresztény világ, de legalábbis Európa, és 13. Leó is ezt olyan nagy dolognak tartotta, hogy írt egy enciklikát, és nagyon... Ez az enciklika, meg a másik kettő is megjelent magyar újságokban, a Religióban, Hazánk, más újságokban, de így együtt kötetben még soha nem jelent meg. Tehát azért is úgy gondoljuk, hogy ez egy kuriózum ez a könyv, és nagyon lebilincselő a stílusa, kicsit olyan archaikus, például ilyen szavak vannak benne, hogy a pápának lépnie kellett az újítási viszketeg miatt, ugye érthető, hogy mit jelent, de a pápa nagyon dicsér bennünket, jól ismeri a magyar egyháztörténelmet, még akkor is ez egy nagyszerű dolog, ha nyilván voltak segédei. Például volt egy magyar kamarása, gróf Zicsi Gyula, aki a halálos ágyán is ott volt 1903-ban, csak mint érdekességet említem. Na és a pápa felsorolja, dicséri Szent István királyunkat, dicséri a magyaroknak a hősiességét, a török verő hadakat, hogy mi Mária országa vagyunk, és ezért, és még ellát bennünket jó tanáccsal,
az is egy csodálatos dolog, hogy vagy megdöbbentő, vagy ki hogy gondolja, hogy amikor Leó pápa ezt az enciklikát 1886-ban írta, szinte ugyanazokkal a problémákkal, vagy nagyon hasonlókkal nézett szembe a keresztény világ, mint ma. Na igen, ezt akartam kérdezni, hogy mi az, ami ma is szólhat. Például int bennünket a liberalizmus veszélye, a kommunizmus veszélye, a szabad kőművesség veszélyére fölhívja a figyelmet, figyelmeztet, hogy ne engedjük, hogy bevezessék a polgári házasságot, ugyanis ebben az időben tüntetések voltak, hogy vezessék be a polgári házasságot, és ez aztán meg is történt, ha jól emlékszem, 1892-ben, valahol föl van nekem írva, de megtörtént, és onnantól kezdve érvényes házasságot csak polgárira lehetett kötni, hogy ez mai napig is így van, és aztán figyelmeztetett a szabadkőművesekre, 3 körlevelet is írt a pápa a szabadkőművesek miatt, erre a problémára fölhívja a figyelmet, akkor sokan követelték már abban az időben, hogy ne legyen az iskolákban kötelező hittan, hanem legyen teljesen semleges az iskolai oktatás, hit és erkölcs dolgait ne tanítsák. Most a pápa figyelmeztetett, hogy ezek mennyire fontosak, hogy ezeket megtanítsuk a jövendő nemzedéknek, a papképzést, a számos okos, bölcs tanácsot, és akkor egy nagy-nagy dicséretet és ölelést, és átvitt értelemben, és köszönetet, és hogy a magyarok mindig is tisztelték a szentszéket, és viszontag a szentszék is mindig atyailag bánt a magyarokkal. Úgyhogy nagyon szép levél, ízes, veretes, kicsit régies, de teljesen érthető stílusban. Igen, azt mondtad, hogy ezek hozzáférhetőek voltak, ezek a magyaroknak szóló levelek, de így egy kötetben a 3 még sosem szerepelt. Így van. Sőt, kiegészítetted még más érdekességekkel. Igen. Is. Ez egy kincses bánya, ezek a korabeli újságok, folyóiratok, kincses bányák, ugye ott van a másik kettő enciklika, ami szintén csak újságban jelent meg, és akkor ott van, most májusban, ez különösen is aktuális, a magyarok nagyasszonya ünnep. Ugye, Vaszary Kolozs bíboros hercegprímás volt az, aki kérte 13. Leó pápát, hogy a magyarok nagyasszonya ünnepet annak magyar nemzeti jellege miatt engedje bevezetni. Ez egy külön, csak a magyaroknak szóló ünnep. És 13. Leó engedélyezte. Amikor ez az engedély megvolt, akkor Vaszary Kolozs írt 1896-ban egy körlevelet, 23-as számú körlevele, és abban kihirdette ezt az ünnepet, hogy a magyar nép mindig is a szerette és tisztelte a Máriát, mi Mária országa vagyunk, és ezért kihirdeti ezt az ünnepet. Most ez a levél latinul született, ez a körlevél, és most lefordítottuk, és ebben a könyvben magyarul is olvasható. Aztán amit én még itt látok, 13. Leó pápa megválasztásakor született főpásztori levél is bekerült ide. Igen, ott bekerült, és aztán akkor ott van például a kevesen ismerik, vagy kikerült a mi homlokterünkből a Slauk Lőrinc bíboros, nagyváradi püspök, az ő vele is kontaktált a pápa, amit szerepel, azután a Fehér Ipoly Kálmán Bencés, a bencésektől. De megemlítem, hogy például Vaszary Kolozs is bencés szerzetes volt, és bencés főapát volt, mielőtt esztergomi érsek, és aztán bíboros lett volna. És még a Mária magyarok nagyasszony ünnephez hozzátenném, hogy ugye 1896-ban lett ez kihirdetve, és októberre helyezte a pápa azt az ünnepet, és találtam nagyszerű prédikációkat, egy Való Simon nevű teológus pap,
aki az egyetemi templomban remekül prédikált erről az ünnepről, aztán Rainer kanonok, aki később a 1900-as évek elején püspök lett, esztergomi címzetes püspök, és az ő beszédeiket is belevettem ebbe a kötetbe, nagyon szívhez szólóan, nagyon-nagyon-nagyon értelmesen beszélnek. Tehát az ember olvassa ezt a könyvet, és úgy érzi, hogy jó katolikusnak lenni, jó magyarnak lenni. Magyarország benne van a vérkeringésben, a katolikus keresztény világban, és ez egy nagyon-nagyon érdekes ez a könyv. Igen, és ez a kötet nem csak papoknak szól, vagy egyházi személyeknek, hanem azt hiszem, hogy mindenki... Főleg ugye az érdeklődő híveknek, igen. Ami talán még így ehhez a mai beszélgetésünkhez kötődik, az a Szent József év, amit ugye Ferenc pápa most meghirdetett, de 13. Leó is nagyon tisztelte Szent Józsefet olyannyira, hogy még imádságot is írt hozzá. Igen, ezt az imát nemrég kaptam Vercse Mártától, a Vatikáni Rádió munkatársától, fölhívta rá figyelmemet, és el is hoztam, ha felolvasnád, odadom a papírost. A Szent József imát, azt én is kinyomtattam, azt szívesen hogyha belefér ebbe az adásba. Igen, tehát ez 13. Leó pápa imája Szent Józsefhez. Hozzád folyamodunk szorongattatásunkban, Szent József, s miután jegyesednek a szent szűznek oltalmáért könyörgünk, pártfogásodat is bizalommal kérjük. Arra a szent szeretetre, mely téged a boldogságos szűzanyához fűzött, és az atyai gyengédségedre, amellyel a gyermek Jézust szívedre ölelted, alázatosan kérünk. Tekints kegyesen az örökségre, melyet Jézus Krisztus önvére árán szerzett, és imádságos pártfogásoddal légy segítségünkre szükségeinkben. Oltalmazd Jézus Krisztusnak választott népét, te a szent családnak leggondosabb őre. Távolítsd el tőlünk, kegyes atya, a téveigésnek és romlottságnak minden nyavajáját. Támogass bennünket a sötétség hatalmával való küzdelmünkben. S miként egykor a kisded Jézust a legnagyobb veszedelemből kiragadtad, úgy őrizd most Isten szent egyházát az ellenséges cselszövésektől és minden bajtól. Mindannyiunkat védj pártfogásodba, hogy példádat követve és segítségedre támaszkodva szentül éljünk, jámborul halljunk meg, és az örök boldogságot elnyerjük. Amen. Igen, pár pillanatot azért vártam, hogy megszólaljak, de ezt még hozzá szeretném tenni, hogy be tudjuk határolni, ki is volt ez a 13. Leó pápa. Ő volt az, aki a Szent Mihály arkangyal őriz minket, és végy meg a sátán kísértéseitől kezdetű fohászt írta, mikor egyszer a Vatikánban misézett, és egy látomása volt ezzel kapcsolatban, bement a szobájába, és megírta. Vagy ő volt az, ugye a 13. Leót az Eterni Pátris örök atya kezdetű körlevélről, meg a Rerum Novarum új dolgok kezdetű szociális enciklikáról ismerik a legtöbben, és akkor ehhez nagyszerűen hozzájön az a magyar oldal, a magyar kép, a magyaroknak iránti szeretete, hogy belefért az ő szívébe tényleg az egész keresztény katolikus világ, hogy atyánk volt mindannyiunknak, minden katolikusnak és minden jó szándékú embernek. Azért még annyit, mielőtt elmennél a stúdióból, kérlek, mondjunk el a nézőinknek, hogy hozzáférhető ez a könyv? Igen, az Új Ember könyvesbolt árulja, és aztán a többi, a Korda, és aztán most annyira friss, hogy még most kezdjük terjeszteni a Szent Istvánnál, és egyéb helyeken is biztos, hogy kapható lesz rövidesen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én mindenképpen nagy érdeklődéssel fogom olvasni. Köszönöm szépen a meghívást!